Már az első fél órában megállítottak egy ittas vezetőt a rendőrök péntek este. Ismét közúti ellenőrzést tartottak Nyíregyházán a város több pontján is. Hétvégén jellemzően többen ülnek a volán mögé alkoholos állapotban, és a gyorshajtók száma is nagyobb a hét utolsó napjain. Itt a Kert utcán főleg a kanyar után jellemző a gyorshajtás esténként. Erről a rendőrség tud, több itteni lakó is jelezte. Az elmúlt időszakokban több olyan méréseket is végeztünk itt, ami nem volt ennyire látható. Csak az elmúlt körülbelül két hétben 42 darab felvétel készült csak ezen az útszakaszon, és hát ezek a felvételek a közigazgatási hatósági szolgálathoz kerültek Vásárosnaményben. Ott feldolgozzák ezeket, és majd azok az autóvezetők, illetve az autók üzemben tartói, vagy járművek, mert itt motorokról is beszélhetünk, tehát a járművek üzemben tartói hamarosan megkapják azokat a csekkeket, amiket ezek a gyorshajtások érnek. A szóvívő hozzátette, nem a büntetés az elsődleges céljuk, az ittas vezetők ugyanis nem csak magukat veszélyeztetik az utakon, ezért kell kiszűrni őket. A folyamatosan leállított autóvezetők szondát fújtak péntek este, mivel Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, ha többet mutatott a készülék nullánál, akkor egy professzionális rendőrautóban elhelyezett szondát is megfújattak a sofőrökkel. Az Igazságügyi és Biztosítás Orvostani Intézet orvosszakértői szerint az enyhe alkoholos befolyásoltság már 0,51 mg százaléktól kezdődik. Baleset megelőzés céljából a rendőrség továbbra is folytatja a hétvégi közúti ellenőrzéseket, több helyszínen is számítani lehet majd rá. A helyszíneket azonban nem csak saját megfigyeléseik alapján választják ki, a lakossági bejelentéseket is számba veszik egy-egy közlekedési pont ellenőrzésénél.